Szép estét kívánok mindenkinek, 2015 és szeptember 23-a van, szerda, pontos időnk 20 óra és 33 perc és telefonos kvízjátékunk következik est folyamán is, és mai est folyamán elég sok telefonos kvízjáték lesz, tehát tartsatok velünk, kedves rádió hallgatók, szurkoljatok a résztvevőknek, és első versenyzőnk nem más, mint Mihály Andrea, vagyis Cica Andika. Lássuk, lássuk, hogy mennyi tieszer tallérral lesz gazdagabb mai est folyamán. Halló, halló, szia, köszöntelek itt a telefonos kvízjátékban. Sziasztok, köszöntelek mindenkit, Cica Andika vagyok. Hogy vagy? Köszönöm, jó vagy. És melegedjünk be egy pár bemelegítő kérdéssel. Igaz, már a múltkor is kérdeztem, de ismételjük el még. Hol laksz? Maroncsime néven. Hogy hívnak? Mihály Andrea vagyok. És hány éves vagy? 19. És reméltessen, kezdhessük? Ó, nagyon lavadozó, nem nagyon hallnak. Kezdhessük-e? Igen, kezdhessük. És akkor 5 GSR tallérért jön az első kérdésem. Melyik városban laknak többen az alábbiak közül? Bukarest, Kolozsvár vagy Nyárádszereda? Négyszer a kérdés, légy szíves. Melyik városban laknak többen az alábbiak közül? Bukarestben, Kolozsváron vagy Nyárádszeredában laknak többen? Bukarestben. Nézzük, hogy jó-e, és helyes a válasz, 5 GSR tallér már a tiéd. Haladunk tovább, 10 GSR tallérét jön a következő kérdés. Csutak Levente melyik együttesből van? A válasz, Royal Team. Nem. Nézzük a B-t. Igen. Insect. Igen. Igen, ügyes, gratulálok, ez is jó. 10 GSR tallér már a tiéd. Megyünk tovább. Igen. Na és akkor nézzük, nézzük. Cseten levők, ne tessenek segíteni. Nem szabad írni a választ. Magatoknak tartsátok meg. Köszönöm szépen a megértést. 20 GSR tallérét jön a következő kérdés. Milyen jeles névnap van december 31-én? A válasz, Szabolcs névnap van december 31-én. Nem. Nézzük a B-t. Igen. Szilveszter. Igen. Igen. Helyes a válasz. 20 GSR tallér már a tiéd. Köszönöm. Megyünk tovább, 40 GS tallérét, nézzük a következő kérdést. Nézzük akkor, ki a Gyergyói Széken Rádió legfiatalabb műsorvezetője? A válasz, Bianca a legfiatalabb. Nem. Nézzük a következőt. Ó, egy kicsit gondolkodom. Tessék? Egy kicsit gondolkodom. Gondolkodjál! Ki a Gyergyői Széken Rádió legfiatalabb műsorvezetője? A válasz, Bianca! Elfogadod? Nézzük meg! Nézzük meg! És helyes a válasz, Bianca a legfiatalabb műsorvezető. Én doktor Szöszire gondoltam, de akkor most már tudom, hogy Bianca. Így van, doktor Szöszi és Szilvike egy évvel nagyobb, mint Bianca. Bianca a legfiatalabb, ő 9-es, és Szöszi és Szilvike 10. osztályosok. És igen. Értem. 40 GSR tallér. Garantáltam, már a tiéd, ennyit biztos, hogy el fogsz vinni. És akkor nézzük a következő kérdést. 80 GSR tallérért jön a következő. Melyik egy létező település neve az alábbiak közül?
Kolbász, sonka, tepertő, szalonna. Melyiken létező település neve az alábbiak közül? Kolbász, sonka, tepertő, szalonna. Tepertő. Nézzük meg. Igen. Nézzük, hogy tepertője egy település nevem. Sajnos nem. Szalonna. Szalonna egy létező település neve, és ha jól tudom, akkor Magyarországon van ilyen település, hogy Szalonna. Szalonna. Igen. Hát ez nagy menő. Na, ennyivel is okosabbak lettünk. Hát gratulálok, Andika, 40 GSR tallira lettél gazdagabb. Köszönöm szépen. Szeretném kihozolni a dolgalmat és üdvözölni. Miért? Ambrus Lacit, Kiskés Monekert és persze téged. Nagyon jó szórakozás, és hallgatjátok a Rádió Iszéker Rádiót, ami a szíveteket volt. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, jól játszottál, várunk máskor is. Köszönöm szépen a lehetőséget, szia, és neked kellemes egyetemi időszakot. Köszi szépen, Andika, szia, jó rádióhallgatás. Hallgass továbbra is a Gyergyói Széke Rádiót. Mi a motto? Gyergyói Széke Rádió, ami a szíveteket szól. Helyes! És akkor gratulálok még egyszer a 40 GSR tallérhoz. Kívánság műsorát elhasználhatod. Szívesen. Szia! Andikát hallhattátok, kedves rádió hallgatók, és igen, elvitt 40 GSR tallért, amelyet kívánság műsor alatt felhasználhat. Nos, kedves rádió hallgatók, folytatódik a műsor. És újra itt vagyunk, kedves rádió hallgatók, 21 óra és 2 perc, és második telefonos kvízjáték következik. Est folyamán, és a következő versenyzőnk nem más, mint Kovács Dénes. És akkor szurkoljunk Kovács Dénesnek. Halló! Halló! Szia, köszöntelek itt a telefonos kvízjátékban. Halló, hallasz? Hallak, persze. Na, hogy vagy? Hát vagyok. Jól vagyok, köszönöm. Melegítsünk be, hol laksz? Kelmérben lakok. Hány éves? Országom. Hány éves vagy? 14 éves vagyok. És el szeretnéd vinni a főnyereményt? Persze, hogy el szeretnéd, mindenkinek az a vágy, hogy elvigye a főnyereményt. Hát jó lenne, de hát... Foghatunk-e neki? Hát ez... Pillanat, kicsit szakadozik onnan. Hallasz jól? Kicsit szakadozik, de amúgy meg nagyjából hallok. No, hát akkor 5 GSR tallérét jöjjön az első kérdés. Hol él a jeges medve? A. Válasz, déli sarkon. A. B. Lenne az. Tessék? Hol él a jegesmedve? A. Válasz, déli sarkon. Ha jól tudom, az északi sarkon él. Csak. Nézzük meg a B választ. A B válasz nem, szerintem. Igen, B válasz, északi sark. És igen, helyes a válasz, északi sarkon él a jegesmedve, déli sarkonak pingvinek élnek. És igen, pingvin a jegesmedvéhez soha nem találkozik. Lehetetlen. Nos, hát akkor menjünk tovább, és következő kérdés következik. 10 GSR tallérért. Mennyi 4 a másodikon? A válasz 8. Négy a másodikon. Igen. Akkor szerintem a B-ben. Nézzük a B-t, 16.
És igen, B a helyes, mert 4 a másodikon, annyi mint 4x4, az 16. Gratulálok! 10 jeszet alér már a tiéd. Megyünk tovább! Megyünk-e tovább? Nos, hát akkor megyünk tovább. 20 gyeszert hallérét jön egy újabb kérdés. Hány évesen halt meg Petőfi Sándor? A válasz 39. Hány évesen halt meg Petőfi Sándor? A válasz 39. Szerintem. Kicsit hangosabban, mert nem hallom. Szerintem a B válasz lesz. Egyes volt. Nézzük a B választ, ugye? B válasz 26. És helyes, helyes. 1823-ban született, és 1849-ben halt meg. És 26 évet élt. Menjünk tovább, menjünk tovább. 40 gyeszer tallérét jön egy újabb kérdésem. Mennyi gyök alatt 144? A válasz 13. Hallhatnám még egyszer a kérdést? Mennyi gyök alatt 144? A válasz 13. Nézzük a B-t. Igen. B 12. És helyes a válasz. 12-ször 12 a 144, és 13-ször 13 a 169. Tehát gyakorlatilag 169 az a 13. Gratulálok, 40 gyeszer talé garantáltam már a tiéd. Ennyivel biztos, hogy távozni fogsz. Megyünk tovább, 80 GSR tallérét jön egy újabb kérdés. Melyik évben jelent meg Open Stage Aranka Szeretlek című dala? A válasz 2009. Open Stage Aranka Szeretlek, vagyis a Székelyland Aranka Szeretlek dala 2009-ben jelent meg? Ez az A válasz. A válasz? Igen. Nézzük meg, hogy helyesen. A válasz? Sajnos nem jó. B válasz 2007. Open Stage Aranka Szeretlek 2007-ben jelent meg. Ezennel véget ért a játék, de 40 GSR tallérral távozol, amelyet felhasználhatsz kívánság műsor alatt, tehát ha van előtted 4 kérés, akkor az 40 GSR tallérba kerül, és 4 kérés előtt jön a te kérésed. Hát gratulálok, hogy a nyereményért is, hogy itt voltál, jelentkeztél, várunk máskor is. Jó, köszönöm, lehet. Rendben. Szia, szép estét! Szia, szép estét! Kovács Dénes hallhattuk Kelemérből Magyarországról, és ő is 40 GSR tallérral lett gazdagabb. Hát gratulálunk, gratulálunk neki is! És akkor itt vagyunk, telefonos kvízjáték, harmadik telefonos kvízjáték, és adásban Dr. Szeszi, köszöntelek! Nem hallok semmit. Várjál, köszönöm, halló, halló! Kiabáljál, légy szíves, mert nem hallatszik. Mondjam el még egyszer. Jó, hangosan kiabálj, mert nem hallatszik semmi. Na, akkor sziasztok, mondom, nem hallatszik. Akkor nem tudom miért.
Halló, halló. Halló. Na, hát valamit hallok. Visszahívlak, lássuk, hogy akkor... Nem lehet semmit se hallani, írják a cseten is, na akkor visszahívlak, lássuk. Ejjjjjjj, technika ördöge, kedves rádió hallgatók. Na igen. Rálam jól hallatszik. Halló. Halló. Halló, halló, nem hallatszik semmi. Halló, halló, én hallok, halkan hallak, de a kedves rádió hallgatók nem hallják. Igen. Van más telefon? Jelenleg. Ajjajjaj. Na én továbbítom a választ, én foglak hallani, és továbbítom a választ, oké? Oké. Amit mondasz. Na jó, hát akkor csapjunk beli, kedves Dr. Szöszi. 5 jeszer tallérét jöjjön az első kérdés. Mennyi 7x8? A válasz 58. Várjál. Azt mondja, várjál. Hogy 7x8, 7x8. Na jó. Á, válasz 58. Igen. Elfogadod? Igen, elfogadom. Nézzük, hogy jó, je. 7x8, 58. Nem jó a válasz. Miért? Hát 56. Ja. Nem? De igen. Hát mit csináltál, Dr. Szeszi? Szöke vagyok, na. Nem értem a matekot. Evel állták ki legelőször. Pont matekból bukok meg, basszus, és elkezdtem. Szép. Hát, na sajnálom. 88 az 64 lett volna, 7x8 az 56. Jó, én 64-ből indultam ki, de akkor nem jól vontam. Nem jól vontad ki, sajnos. Hát, sajnáljuk, Dr. Szöszi elvérzett. Majd holnap. Hát, köszi, hogy itt voltál azért. Szívesen. Szia. Hát Dr. Szeszi az első 5 GSR tallíros kérdésnél elvézett, sajnos. És elég gyengén tudtuk hallani, hát nem tudom, hogy mi volt ennek az oka. Kedves rádió hallgatók, újra és újra itt vagyunk. Pontos időnk 22 óra és 2 perc és telefonos kvízjáték következik. És aki részt fog venni, nem más, mint VR, a Nigger, Németországból, és akkor már is tárcsázom. VR, lássuk, hogy mennyi GSR tallérral lesz gazdagabb. Szurkoljatok neki, hogy vigyel a főnyereményt. Na igen, reméljük, hogy összejön elvinni a főnyereményt. Szól a telefon. Halló, szia, köszöntel. Hallottok-e még gyerek? Hallanak, jól megy most. Na, ez az ember, most komoly vagyok, beleadok anyai, apai, és megnyerjük ember. A rottod a fönyerem, mintha segítesz, megnyerem. Én se segítek, és a cseten levő hallgatók se segítenek, mert nem szabad. De kilépek a csetről, mit tudom? Na, lépjék ki. Na. Na, ki is léptél. Oké. Én nem vagyok. Én szeretek ilyen, hogy mondjam, okos vagyis. Normálisan nyerni, ha nyerek. És ha vezitek, akkor mondok egy vintage ilyet. Jó. Melegítsünk be. Hogy hívnak? Vörösbor. Veres István Robert. Hol laksz? Ha melegítünk be, Vörösborra. István vagyok, Hallgitom megy. Nem. Bonyhán lakom, kész. De most komolyan felelek, hogy melegítünk. Hány éves vagy? Ezt kérdezted a munka is. Nem baj. 26.
És 7 hónapos már lassan. Ó, az előbb még, a múltkor még 6 hónapos volt. Hát most már egy hónappal több van. Na jó, kezdhessük el. Az első kérdés. Kezd meg, ember. 5 GSR tallérét jön egy kérdés. Nehogy elvérezzél. Ha elmérnek szőtik, leütöm a kalapács. Na jó. Na és akkor halljuk. Milyen zöldséget termesztenek többségben Székelyföldön? A. Válasz, murok. Mi az murok? Nem pityok, hát te. B. Válasz, pityóka. Igen, helyes a válasz. Nyertem, bakker! 10 GS tallérét jön egy újabb kérdése. Melyik században élt, hányadik században élt Arany János? A. Válasz, 20. Nem, de. Nem jó. Szerintem 19. B. Válasz, 19. Igen. 69, nyertem, 1880 valahányba halt meg, pontosan nem tudom. Na. Akkor születtem én, nem? Igen. 1889. Igen, ügyes vagy. Igen, igen. Nem, akkor egy éve később vagyis. Na jó, na, megyünk na, tovább. 10 GS talé már a tiéd. Mennyi van? 10. Meg akarok állni, kérdezd meg egy kicsit. Megállsz? Nem, mert ülök, mert tovább. 20 GS tallérért jön a következő kérdés. Ki nyerte a 6. rádiófaktort? A. Válasz, Szőcs, Anna Mária. A 6. az most volt? Az. Nyerte, ez nyerte, A. Szőcs, Anna Mária. Olyan szépen énekelt, hogy könnyeztem, ez nyert. Biztos, 100%. Igen, helyes a válasz. 20 a tiéd már. Ó, Isten. Na mondja tovább. Menjünk tovább. 40 GSR tallérét jön egy újabb kérdés. Mi Bihar megye megyeszékhelyen? A. Válasz, Ér Mihály falva. Na, nem, annál nagyobb, mert ez Ér Mihály falva kicsit szerintem Dila le. Na mondja a másodikat. B. Válasz, Nagyvárad. Ő bakka meg. Az lesz, az nagyobb. Bihar megye székhelye Bihor, Orrádia. Igen, helyes a válasz. Most már mondhatom a vittet. 40 GSR tanér már a tiét. Yes. Most attól legyünk komolyak, nyerjen meg az egészet. Kaká, mondjad, gyorsan. 80 GS tallérért jön egy kérdés. Mi Irán fővárosa? A. Válasz, Teherán. Helyes. Nézzük meg. Egyetem. Helyes. Állál, biztos a bér. 80 GS tallér már a tiéd. Nem ilyeneket kérdeznéd, te ilyen főzőzös. 160 GS tallérét megyünk tovább. Még egyet megy. 160. Mi Gyergyó Szent Miklós német neve? Többasszunk, ha ezt elmondtam, én meghallom. A. Válasz, Niklas Márk. Hogy? Ával Niklas Markt. Niklas Markt. Mark? Markt. Niklas Markt. Gyergyó Szent Miklós német neve Niklas Markt. Jó. De hogy írják? Mondd ki azt ott az úgy. Niklas Markt. Mark-t. Niklas Markt. Az lesz, ez legyen. Ez lesz? Ez lesz. Nézzük meg, helyes. 160 GS tallér már a tiéd. És mennyi, ez már biztos? Ez nem biztos, ha a következőt elrontod, 40-et nyersz. Ja, itt ez nagy kérdés most, ténylegesen állj egy kicsit, mint mondd. Megyünk-e tovább? Még 160-at nem nyert senki. Nem nyert. Nem tudom, mit csináljak őszintén. Mondom a viccet, kockáztatok te, még egyes kéz. Nyerek. 320 tallérét jön egy újabb kérdés. Jó, igen. Menjünk tovább? Mondjam. Menjünk tovább, kéz, nem érdekel. Ha veszitek, felemmel cseje veszitek. Mondjam. Melyik évben alapították a Coca-Colát? Oh,
A válasz 1888. Ez a te számod a fogalomba. Szerintem nem helyes te. Egyet másik. Nézzük meg a beat. Nem sajnos. Nézzed meg a beat. 1884. Hát ez hülyeség. Na mindegy, ígyunk egy fantát. Helyes a válasz. Nyertem! Igen! Majd meg most táncolok egy kicsit. Yes! Ez az baby! Oh! Ez az nyertes, ez már biztos, mi? 320 garantált! Jaj! Megyünk tovább? Hát most már megyek tovább, mert nincs visszatítsek. Öcsém, te jó vagyok, morré! Mint volt 1884-ben? 84 volt. Coca-Cola alapították. Csak tippeltem, ezt nem tudtam. Őszintén. Nos, hát akkor menjünk tovább. 640 GSR tallévét jön a következő kérdés. 50%-on van, öcsém, 50%-on nyerjen meg. Na, mondjad. Na, akkor nézzük. Melyik országban alakították meg a világ első labdarúgó klubját? Még egyszer a kérdést. Melyik országban alakították meg a világ első labdarúgó klubját? A válasz, Spanyolország. Menjünk tovább. Nézzük meg a B-t. Vagyis a másikat. B, Anglia kell legyen, nem? Anglia! Helyes! Nyertem! Fogtam ezt! Na, mondjad, még egyet! Jaj, nem! Most, jaj! 1280 a főnyereményért következik. A következő. Ne! Állj meg, mert nem megy tovább, megállom. Megállsz? Meg, hogy legyen, aki többet nyer, az le a kalappal. Én nem megy tovább, kész, megállom, kész, gárnál. Elég nekem ez. Rendben. Nem kockáztatok, mert... Kész. Köszönöm szépen, ez most nem is kérek dolog. Hát, ha kér, 64 kérés elé be tudsz férkőzni, gyurakodni, hiszen 640 tallér, az 64 kérése előre tudom hozni a kérésedet. Húra, Matya! Bár annyi kérésed legyen a következő műsorban, 64, hogy kéne előre érjek, hogy... Na jó, de szerintem a viccet akkor már nem mondom, mert nagyon jó, boldog vagyok, hogy ő mellett nyertem. Hát gratulálok, VR, 640... Nem mondhatod el a kérdést, hogy mi most? Nem mondhatom el, sajnos. Na jó, te köszönöm, hogy itt lettem, és mindenkinek szép estét, és... De a viccet elmondom. Mondja, de. Nem, mert hosszú. A lottóról szólt, de az igazatom, hogy mondja, mert ez is a nyeremény, de olyan hosszú, hogy máskor elmondom. Menjünk, szórakozzuk ott a cseppen, nyertem, já, és nem rontottam a pingvinek. Ja, szerencsém voltam, mert ez a foci jött. Vagy igen, ezt tudom. Körülmentek, hogy Feszi megfogott az első kérdésben, hogy ezeket kaptam én. A másikokat nem tudtam volna szerintem. Na igen, igen, bizony. Buszi csajok és sörtkartok, és jövök a cseppen. Oké, szervusz. Na és akkor, kedves rádió hallgatók, VR elvitt 640 GSR tallét, hát neki csak gratulálni tudunk. Nagy-nagy gratuláció, VR! De gyorsan telik az idő, kedves rádió hallgatók, 22 óra és 34 perc, és az utolsó előtti kvíz, telefonos kvíz következik a mai est folyamán, itt a Gyergyói Széken rádióban, és a következő játékosunk nem más, mint Szatmár Németiből Bakó Izabella. Szól a telefon. Szurkoljatok neki is. Vigy el a főnyereményt. No, Izuka! Titkár néni, ne hogy beliszóljon. Titkár néni. Izuka, hol vagy? Izuka. Írjam meg, hogy hívlak. Igen, kell írni Facebookon. Na jó, hát akkor még egyszer próbáljuk meg. Izuka. Na és akkor. Halló! Szia, köszöntelek! Kicsit hangosabban légy szíves! Jó!
Na, hogy vagy? Jól. Izgulsz-e? Igen. Foghatunk-e neki? Igen. Sok sikert. Köszönöm. Ötgyi, ezt Allir írt, jön az első kérdés. Mikor robbant ki az első világháború? A válasz 1974. Nem. Nézzük a következőt? Igen. 1914. És ez a helyes, 1914. Akkor jó. Kicsit hangosabban megkérlek. Jó. Tízgyi, ezt Allirét, egy újabb kérdés következzék. Az alábbi női nevek közül melyik egy virágnév is? Dalma, Ibolya, Andrea vagy Csilla? Ibolya. Igen, helyes a válasz. 10 GS Tallér, már a tiéd. 20 GS Tallér, itt jön a következő kérdés. Ki a Gyergyói Széken Rádió legidősebb műsorvezetője? A válasz, MC Kocka? Nem. Nézzük a következőt. Tessék? Igen. Baromi Sati. És igen, Baromi Sati a Gyergyői Széken Rádió legidősebb műsorvezetője. 20 GSR Tallér, már a tiéd. Megyünk tovább? Igen. 40 GSR Tallérért egy újabb kérdés. 2x egyenlő 0 egyenletben mennyi az x értéke? 2x egyenlő 0 egyenletben mennyi az x értéke? A válasz 1. Nem tudom. A válasz 1. 2x egyenlő 0. Mennyi az x értéke? A válasz 1. Nézzük meg, hogy helyes-e? Vagy nézzük a következőt. Tessék? Ezt, hogy egy? Na nézzük. Sajnos nem jó a válasz. 2x egyenlő 0. 0 a válasz. Ha kettőt, ha megszózod 0-val, akkor 0 lesz. De ha kettőt megszózod 1-gyel, akkor 2 lesz a megoldás, és nem 0. Sajnálom. Hát köszi, hogy itt voltál, megpróbáltad. Hát következő alkalomkor reméljük, hogy összejön megnyerni a fő nyereményt. További szép estét neked, és hallgass tovább is a Gyergyói Széken Rádiót. És még van egy versenyző, szurkoljunk neki, ő nem más lesz, mint MC Kocka. Na, szia, Izuka! Szia! Izukánál is nagyon-nagyon halkan hallatszik a telefon, hát nem tudom, hogy mi a probléma. Nos, kedves rádió hallgatók, hát nem sikerült Bakó Izabellának Tallért szerezni, pont a 40 GS Tallérnál vérzett el, de hát a következő alkalomkor összejön, és elviszi akár a főnyereményt is. És akkor kedves rádió hallgatók, elérkeztünk a szerda este utolsó telefonos kvíz játékához, és nézzük, hogy hány GSR Tallért fog nyerni a következő versenyző, aki nem más, mint MC Kocka műsorvezető. Hát szurkoljatok neki, eddig kiosztottam 640 GS Tallért VR-nek, 40 GS Tallért Cica Andikának és 40 GS Tallért Kovács Dénesnek. Reméljük, hogy Kocka is gazdagabb lesz néhány GS Tallérral, és akkor tárcsázom is. Nagyon szép, jó estét kívánok!
kívánok neked, Robert. Adjon Isten szép estét, köszöntelek itt a telefonos kvíz játékba. Hogy vagy? Jelenleg jól vagyok. Izgulsz-e? Hát most igen. Igen? Most igen. Mennyit szeretnél elvinni? Az egészet. De meg... is ajánlanám. Oké, hát akkor fogjunk neki, mit szólsz? Hát egészen menjünk neki. Menjünk neki. Na és akkor nézzük. Ödje ezt a lérét első hosszúkért is. Melyik évben és melyik hónapban indult a telefonos kvíz a Gyergyói Széker Rádióban? A válasz 2015. augusztus. Kvízjáték? Ez a telefonos kvízjáték, amiben te is most szerepelsz. Melyik hónapban és melyik évben indult? A válasz 2015. augusztus. 2015 az biztos, hogy szeptember szerintem. Nézzük a B-t akkor. Várjál, hogy gondolkodjak. Most szeptember van, nem? Igen. Augusztusban nem lehet, hát nem is voltál itthon. Tegyen meg a szívedet. De én voltam Nigériában. Hát na, ezért majd már felti, legyen a B. B, 2015. szeptember. Helyes. Így van. Na akkor... Hát majd már felti. 10 gyesztalérért a következő kérdés következzék. Megkérek szépen, lépjék ki a csetből. Jó. Egy pillanat, nem olyan könnyű. Nem olyan könnyű. Jó, megvan. 10 gyesztalérért a következő kérdés. Hány zsűri volt a Gyergyói Székely Rádió első megafaktorában? A válasz 4. Első megafaktorba az öt rádió faktor nyertesei versenyeztek, és az a megafaktor volt, ahol előadókot hívtunk igen, meg zsűriként. A válasz 4. Hány zsűri volt? Fú, a Gyergyói Székely Rádió első megafaktorában. Igen, ott voltam, hallgattam, és hány zsűri volt? Hát, előadók voltak hát, ugye a zsűrik. Énekesek. Volt egy ember, akit meghívtatok, hogy zsűrizzen külön. Ilyen sztárként, hogy minek mondjátok ki, most nem emlékszem pontosan, aztán nem vagyok benne biztos, de most ezt elfogom, nem baj, de legalább tanulunk ebből is, már na én, legyen az A. A, válasz 4. Nézzük én meg. Van. Sajnos nem jó. 5 volt. 3 zsűri volt, meg a faktor. Ott volt az Insect együttesből Csutak Levente és a Royal Team együttesből Kernet Tibor és Kofiti Henrik, 3 voltak. 4 volt meghívva, Kali is meg volt hívva, csak sajnos nem tudott részt venni, és így csak 3 értékelték a produkciókat. Tehát 3 zsűri volt az első meg a faktorban. Hát akkor jó, emlékeztem, hogy négy, nekem ez maradt meg. Hát nem mindig az marad meg ezen felszám, minden kellene. Hát igen, hát sajnálom. Hát 10 gyesz talléros kérdés nélkül esti, elvéreztél. De holnap is lesz ki. Holnap is jelenkezek, de legalább nem az elsőnél. Na igen. De már kérdezhetek tőled valamit, mert nagyon meg akartam kérdezni. Kérdezzed. Te hogy írtad a kinevetés nélkül? Hát kibírtam, én tudom... A munkádat. Én becsülöm a munkádat, mert neked volt a legnehezebb. Miért? Hát... mert te nem nevethetted el magadat. Hát nem. Tudom kontrollálni magamot, megtanultam. Én nem azt nevetem ki, hogy elrontottam, mert én sem tudtam volna szerintem hirtelen. De utána mondtad többször is 58, hát mondom, hogy már biztos nem lehet. Milyen 58? Hogyha én most... Hát tudod, hogy 58, 56. Ja, a szeszi kérdése. Én arra gondoltam. Ha én most nyertem volna, megmondom őszintén, felajánlottam volna neki a nyereményemet, de hogy nem nyertem ezért, én nem ajánlok semmit. Nem lehet felajánlani.
Nem lehet átadni semmit? Nem, nem. Én úgy akartam, hogy átadom neki. Hát most VL megnyert 640 GS tallért, hát mindenkinek adhatna 40-et, hát nem volna fair. Hát, minden este játszódna, VR nyerne 640, szétosztogatna, és a többi élne úgy, mint Marci hevesen, és VR izzadna, hogy nyerje minél többet. Ja, értem. Igen. Jó van, köszönöm szépen a játékot. Nagyon szívesen. Holnap is megpróbálod? Hello, hello. Persze, meg hát. Akkor jelöld be a Facebook csoportba, és mindenki jelölje be, aki szeretne holnap részt venni. Rendben, bejelölöm. Szervusz! Cső-cső! Cső-cső-cső, kukorica cső, ez lett volna a telefonos kvízjáték, és nem sikerült MC kockának tallért szerezni. Hát sajnáljuk!